Üdvözlet, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan beszélj angolul egyedül otthon. Nos, ha téged érdekel az egyéni angol nyelvtanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és hogyha szeretnéd megszerezni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor lent a leírásban nézz rá a tréningemre. És akkor vágjunk is bele a mai témába, vagyis hogyan gyakorold az angol beszédet otthon egyedül. Nos, számos levelet kaptam a múlt heti videómmal kapcsolatban. Ha nem láttad még ezt a videót, akkor javaslom, hogy először nézd meg, fönt a kártyán meg tudod ezt tenni. Azt látom a levelek alapján, hogy nagyon sokaknak problémát jelent az, hogy nincs kivel gyakorolni és beszélgetni angolul. Tehát tulajdonképpen hiányzik egy mindig elérhető és segítőkész beszélgető társ, akivel lehetne az angol beszédet gyakorolni. Nos, ha te is ilyen helyzetben vagy, akkor ebben a videóban részletesen bemutatom neked, hogy hogyan tudod teljesen egyedül gyakorolni az angol beszédet a saját lakásodban. Első számú tanács, használj egy tükröt. Tehát amikor hazaérkezel a munkából, vagy az edzésről, akkor ülj le otthon egy tükör elé, és egyszerűen szállj rá néhány percet arra, hogy elmondod angolul, mi történt veled aznap. Tehát mondd végig a napodat hangosan, ez nagyon-nagyon fontos, tehát ejtsd ki hangosan a szavakat. Mit mondott a főnököd, mi volt a megbeszélésen, mit mondott egy üzleti partner, stb. Én a napi 5 perces időkeretet tartom ideálisnak. Ez tulajdonképpen elég ahhoz, hogy végigmenj az egész napodon, viszont nem sok, tehát nem veszel túl sokat a szabadidődből. A lényeg, hogy semmiképpen ne állj meg beszéd közben. Ha elakadsz, ha nem jut eszedbe egy adott szó, akkor egyszerűen írd körül, használj egyszerűbb kifejezéseket. Tehát semmi esetre se hagyd abba a beszédet. Ne állj le szótározni, ne állj le facebookozni, ne állj le instagramozni. Ha mindenképpen szeretnéd megtudni azt a szót, amelyeknél lefagytál, amelyik nem jutott az előbb az eszedbe, akkor egyszerűen az 5 perces beszédciklus után nyisd ki egy szótárt, vagy használd a Google Translator-t, és nézz utána az adott kifejezésnek. Kettes számú tipp, használj egy figurát. Nos, tudnod kell, hogy az imént leírt tükrös módszert én is kipróbáltam, még nagyon-nagyon régen, de engem egy kicsit zavart ez, hogy saját magamat nézem, tehát zavart így ez a fajta felkészülés. Ezért kijelöltem otthon egy G.I. Joe figurát beszélgetőtársnak, akit szépen leültettem az íróasztalomra, és tulajdonképpen neki mondtam el az aznapi eseményeket. Tehát, ha téged is zavar a tükör, akkor csinálj mindent úgy, ahogy az előbb az első pontban leírtam, azzal a különbséggel, hogy a tükör helyett kijelölsz egy plusz figurát, vagy egy tárgyat, teljesen lényegtelen, és neki mondod el az aznapi eseményeket. Hármas számú tipp. A folyékony beszédre figyelj, és ne a nyelvtanra. Ennek a gyakorlatnak az a célja, és az az egyetlen célja, hogy a beszédkészségedet fejleszd. Tehát akkor se állj le beszéd közben, ha tudod, hogy az imént vagy két mondattal ezelőtt egy teljesen rossz nyelvtani szerkezetet használtál. Ez nem baj. Ismétlem, itt ez most nem baj. Ha már hozzászoktál ahhoz, hogy magabiztosan elkezdesz egy angol nyelvű beszélgetést, és beleállsz bármilyen kommunikációs szituációba angolul, akkor utána lesz elég időd és lehetőséged arra, hogy a nyelvtanra is odafigyelj, és kiküszöböld az esetleges hibákat. Egyébként, hogyha szeretnéd egyszer is mindenkorra megérteni az angol nyelvtant, akkor lent a leírásban szintén megtalálod az ezzel kapcsolatos tréningemet. Negyedik számú tipp, ismételj rövid szövegeket.
Nos, emellett a tükrös vagy figurás módszer mellett azt is csinálhatod, hogy a YouTube-ot használod beszélgetőtársnak. Arra gondolok itt, hogy a YouTube-on rengeteg rövid 3-4 perces filmrészletet találsz angol nyelven. Ha bekapcsolod alatta a feliratokat, akkor pontosan látni fogod, hogy egy-egy adott szereplő mit mondott. Nagyon sokat fejlődhetsz azzal is, hogyha egyszerűen elismétled szóról szóra az egyik kedvenc filmed, kedvenc szereplőid vagy főhősöd néhány mondatát. Közben figyelj oda a sebességre, a hanglejtésre és a szereplő arcjátékára. Tehát itt tulajdonképpen megint összevegyítjük a kellemest a hasznossal, szórakozol, de közben angolul is tanulsz és gyakorlod az angol nyelvi beszédet. Ötödik számú tipp, mesélj el egy történetet angolul. Ugye az elején azt mondtam, hogy én ezt a napi 5 perces gyakorlást javaslom, de tudnod kell, hogy ez tulajdonképpen a minimum. Tehát nem kell, hogy ez pont 5 perc legyen, lehet természetesen több is. Ha már jól megy a beszéd és jól megy a gyakorlás, akkor természetesen hosszabban is beszélhetsz, sőt, tulajdonképpen pontosan ez lenne a cél. Gondold azt, hogy egy kávézóban ülsz, vagy egy londoni pubban ülsz, és épp egy új külföldi barátnak, vagy külföldi kollégának meséled el az egyik kedvenc sztoridat 8-10 vagy akár 12 percben. Hatodik számú tipp, legyen a mindennapi gyakorlás a napi rutinod része. Nos, erre a napi 5 perces gyakorlásra mindenképpen szánj időt, ha törik, ha szakad. Ha ritkulnak az alkalmak, tehát hogyha egy héten csak 3-szor beszélsz, aztán már csak 2-szer, aztán már csak 1-szer, akkor előbb-utóbb teljesen el fogod hagyni az egészet, és az a fajta magabiztosság, amit megszereztél, vagy amit éppen elkezdtél megszerezni, az teljesen el is fog tűnni. És kezdheted az egészet az elejéről. Én azt javaslom neked, hogy egy hónapon át csináld minden egyes nap ezt a gyakorlást. Azt mondják, és ezt tulajdonképpen én is meg tudom erősíteni, hogy az a dolog, amit egy hónapon át minden nap csinálsz, az beépül a napi rutinodba, és teljesen természetes lesz számodra ez a fajta tevékenység. Legyen ugyanez igaz a napi 5 perc angol beszédre. És a végén szeretnék még egy plusz tippet adni az igazán profiknak. Ha teheted, akkor ne csak este vagy délután a napod végén gyakorolj 5 percet, hanem reggel is, mielőtt elmész dolgozni, vagy iskolába, vagy sportolni. Tehát ezzel a módszerrel tulajdonképpen 2-szer foglalkozol az angollal, és 2-szer olyan gyorsan fejlődhetsz, és 2-szer olyan gyorsan tehetsz szert egy sokkal nagyobb magabiztosságra a beszéd területén. Amint látod, ebben a videóban azt szerettem volna bemutatni, hogy a beszélgető társ hiánya egyáltalán nem akadály és egyáltalán nem kifogás. Egyedül is a saját időbeosztásodban, a saját tempódban ugyanúgy tudod fejleszteni az angol beszédkészségedet, minthogyha minden nap elmennél egy magántanárhoz vagy egy nyelviskolába. Nos, a videó végén én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad ezt. Kérlek, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!